Üszfal. Szabados Ádám teológus, eszéíró és Bojki László zenész, lelkigondozó beszélgetései kereszténységről, kultúráról. Az előző részben eh, megvizsgáltuk Rod Reier, Szent Benedek válaszútján című könyvéből, hogy milyen profétaként lép fel a mai egyház és társadalom felé, amikor egy hatalmas árvizet vizionál, egy nagy pusztulást, és arra figyelmeztet. És ugye úgy döntöttünk, hogy, hogy ennek még egy részt szentelünk. Úgy is mondhatnám, hogy ha az előző rész az arról szólt, hogy jön az árvíz, akkor ez a rész arról szól, hogy hogyan építsünk bárkát. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy a, tulajdonképpen a mai rész az a könyv alcíme, az arra adott válasz, mert az az volt, hogy túlélési terv keresztényeknek egy kereszténység utáni világban. Úgyhogy hát ma nézzük meg, hogy hogyan fogalmazza meg Dreyer ezt a túlélési tervet, és abból mi az, amit mi megfoga megfogadhatunk, és mi az, amit uh, kevéssé. Rögtön a, a harmadik fejezet, mert azért demokratikusan eldöntöttük két fejezet volt, eddig most van még nyolc, de ugye uh, belehúzunk. Rögtön az a harmadik fejezetnek az a címe, hogy egy életszabály. És innentől kezdve uh, tulajdonképpen megjelenik Dreyer alapképlete, ami köré építi a bárkaépítést, a megmenekülésnek a koncepcióját, és ez a szerzetesség, a monasztikus élet. Amit ő nyilván valamiféle uh, szimbólumként értelmez, mm -hmm. tehát nem azt mondja, menjünk mi is szerzetesnek, de innentől igencsak konkrét, uh, hát hogy is mondjam, kategórikus imperatívuszokban gondolkodik. Tehát tedd ezt, tedd azt, ne tedd ezt, ne tedd, ne tedd azt, bevezet minket a regula és a szerzetességnek nem a konkrét életvitelébe, de annak a jelentésébe. Úgyhogy az a kezdenem igazából, hogy, hogy neked igazából mennyire volt könnyű erre rácsatlakozni protestánsként, mm -hmm. erre a képre, és ebből, ebből mennyire tudtál hasznosulni, vagy hasznosítani dolgokat. Ugye az a fejezet címe egy, egy életszabály, ami, ami eleve kicsit furcsa szerintem, így, de valahogy most akkor próbáljuk meg, gurítsuk el ezt, hogy, hogy ez a regula gondolkodás, és ennek a, ennek a, a hogyanja, ez hogyan, mm. hogyan talált el téged? Életszabályokra már így rá vagyok kattanva Jordan Peterson miatt, hogy ja, igen, igaz, igen. több ilyen beszélgetésben is részt vettem. Az igazság, hogy Nekem nem annyira a szabály fogalma kapcsolódott ehhez az életszabályhoz, hanem inkább az, amit mondott ő már az első részekben is, hogy visszatérni a szellemi kincsekhez, az egyház spirituális kincseihez. És azt hiszem, hogy azért se, tehát azért volt könnyű nekem erre rácsatlakozni, mert éppen egy ilyen nagyon-nagyon kimerítő időszak után voltam, hogy elvonultam pár napra, tehát amúgy is egy ilyen kicsit ilyen monasztikus hangulatban voltam, és, és elvonultam, és épp az volt a célom, hogy ugye elcsendesedjek, imádkozzak, elolvasom a dreher a könyvét, meg még egy regényt, amit magammal vittem. És nekem ez így nagyon jó volt, tehát olvastam, és akkor az volt bennem, hogy hú, tényleg, most nekem leginkább arra van szükségem, hogy közel, közel lépjek Istenhez, hogy ne, ne, valamit megint csináljak, és, és ne kifeszüljek, és, és, és ö, ezzel foglalkozom, hanem hogy, hogy valahogy pont ez, a, ez, a, ez az elcsendesedés, de közben egyébként itt van egy kézi, gyakorlati munkákat is így ö, csinálgattam. Ez nagyon jól esett, tehát ö, valahogy az pont nekem így személyesen úgy jött ki a ritmus, hogy, hogy, én, is, én is valami ilyesmit akartam csinálni, hogy éreztem, hogy, hogy szükségem van visszatérni a forráshoz, és onnan nagyon mélyen sokat inni. Tehát nem a, nem, a, nem a szabály része jött át, illetve azt is egyébként felszabadítónak éltem meg, tehát a, mert arról beszél, hogy, hogy, az életszabályban ugye egy ilyen tényleg nem tehát ő nem konkrétan a bencésekre gondol, bár konkrétan rájuk gondol, de őket mint egy ilyen, mint egy, egy, egy paradigmát úgy, úgy, használja, hogy amit ők annak idején csináltak a barbár ö, rombolás közepette, valami olyasmit kéne a keresztényeknek csinálniuk, a mindenféle keresztény hagyományon belül. Tehát ez, ő nagyon megengedően használja ezt a képet, meg ő maga se már nem római katolikus, hanem az ortodox Hagyományban van benne, és van rálátása több másik hagyományra is. Tehát én nem éreztem egy ilyen szigorú ö, követelésnek ezt a részéről, hanem inkább ajánlatokat tesz. És akkor ezekben, eb ezekben az ajánlatokban benne van az, hogy hogy valamiféle rend kell, hogy legyen, mert az Isten rendet teremtett az univerzumban. Tehát ha rendetlenül élünk, akkor az nem, nem, fog, nem, nem vezet lelki egészségre, nem vezet egészséges, harmonikus élethez. Tehát valahogy visszatérni a rendhez. Vagy az imádság, az imádsággal foglalatoság, az, hogy ne tegyük a, a testi vágyainkat a középpontba, hanem azt valahogy regulázzuk meg. Ezek ilyen, igazából nekem felszabadító volt ezt olvasni. Nem, nem volt rossz olvasni. Nem volt rossz, igen. Nem? Nekem kettő alap uh, élményem volt, és az egyik egy, 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 uh, egy visszatekintés, és egy nagyon pozitív, és a másik pedig egy ilyen egy ilyen kicsit ilyen ambivalens, uh -huh. ugyanis azt írja, hogy ha spirituális szenvedélyeinket a napi élet ritmusához, annak fegyelméhez kötjük, és másokkal együtt, családjainkban vagy közösségünkben tesszük ezt, akkor erős alapot építünk annak a hitnek, amelyben valóban teljes emberi és teljesen keresztényi. V válhatunk. Uh -huh. Valószínűleg most rosszul írtam, mindegy, de érted. A, tehát emberi V és keresztényi V válhatunk. És ez az egész reflexió arra, amiről a múltkor beszélgettünk, hogy jön az árvíz, és valamiféle uh, egy, egy idegen környezetbe kerülünk. Ugye a, a, a vízözön az egy idegen környezet az embernek, és azért kell a bárka. És most itt ez az egész beszélgetés erről szól, hogy ad nekünk egy olyan know-how-t, hogy, hogy szerintem mi módon Igen. éljük túl. Ezt, a, ezt az áradatot. És ezért most nem annyira az áradatra koncentrálunk, már max érintjük, hanem hogy ez, ez hogyan működik. Uh -huh. Amire mondtam, egy nagyon érdekes visszacsatolás és pozitív dolog. Volt nekem egy a tizenéves, tízes éveim végén, 18-19 éves koromtól, egy olyan lelkivezetőm, aki evangéliumi keresztény volt, de ortodox lelkiatja volt neki. És ez egy nagyon érdekes kettősséget okozott, és ez engem nagyon uh, akkor uh, nagyon sok, uh, nagyon sok, nagyon érdekes uh, élményben részesített. Uh -huh. És én ezt megszerettem. És nekem Dreyer ezt hozta most vissza. Ez az ember már idős volt, egyedül élt egy lakótelepi lakásban. Ha megérkeztem hozzá, ő már tudta, amikor érkezem, főzött nekem egy teát, kis tálcára tette, volt rajta egy szalvéta. Ha volt sütéje, azt is rátette, ha nem, nem. És onnantól két-három órán keresztül csak beszélgettünk és imádkoztunk. És az egész egy olyan élmény volt, hogy így, így indultunk el, és így én így fölemelkedtem. Mm -hmm. És amúgy vége volt, akkor így, így hát valameddig lejöttem, de így mentem el tőle. És az ő lelkiségének az alapja ez volt. Uh -huh. Azt mondta, hogy, hogy az ő uh, hívő életének, és ezt ugye egyébként az ortodoxiából eredeztette, a lényege a liturgia. A liturgia, ami örök, ami folyamatos, az nem a templomban zajlik csak. Azt mondta, hogy ő, ne, ő belillesztette a liturgiába a porszivózást, a mosogatást. Vannak váratlan dolgok, mert a gyereke háztartási kisgépszerelő volt, nem már gyereke, szóval nagy, nagy felnőtt ember, de hogy ő vette föl a rendeléseket, mert neki volt telefonja. Uh -huh. Ha csöngött a telefon, akkor egy kis szela oda ment, elintézte, és vissza a liturgiába. De nem különbözött Tehát az, hogy ő most imádkozik, az nem egy ilyen, kül... most imádkozom, a porszívózás az illesztve volt az imádságba. A liturgiába. Tehát azt mondta, hogy a liturgia az élet. Amit itt mond az valami nagyon hasonló. Uh -huh. Így a, szerintem a Szent Benedek uh, regulája és az ortodox uh, hatás egyaránt érvényesül, és egyébként evangéliumiként én ebben gyönyörködöm. Uh -huh. Ez egy nagyon szép dolog. De én, én nem, nem csak evangéliumiként gyönyörködöm ebben, hanem ezt láttam az evangéliumi világban. Tehát nekem, én, ar, én arra emlékszem, hogy gyerekként fölkeltem, és akkor az édesanyám ott olvasta a Károli Bibliát. Tudom, hogy a nagymamám felkelt négy órakor minden reggel, és végig imádkozta az összes unokáját. Értem, minden, minden reggel imádkozott. Mikor én felkeltem, már imádkozva volt, értem, szépen mondva. Igen. És ugyanezt látom a feleségemen is, aki minden reggel szertartásosan úgy kezdi a napot, hogy, hogy szinte percre pontosan tudom, hogy mikor veszi elő a Bibliáját, olvassa liturgikusan, mit olvas hozzá felhívja az édesanyját, vele is olvassa a Bibliát, és akkor ezt lekerekíti, minden, minden napot van neki, nem tudom hány nő, aki imádkozik, végig be van osztva minden napja és a az egész hónap, és valamikor én is sorra kerülök, talán hetente, nem tudom melyik nap, meg a fiaim. Mm -hmm. Tehát ez nekem egy ilyen alapvető tapasztalatom, hogy így élnek körülöttem evangéliumi hívők. Tehát nem volt tőlem ez, ez idegen, ami, amit itt látok, és az se, hogy hogy, hogy ilyen szertartásosan történik, tehát van valami fegye, fegyelem. Én nem vagyok ennyire fegyelmezett, tehát én minden reggel imádkozom, megolvasok Bibliát, tehát ez nagyon fontos, hogy úgy, úgy kezdjem a napot, meg nekem is vannak ilyen kis bejáratott uh, útjaim, de azokat így állandóan változtatom, tehát Dóra sokkal fegyelmezettebb, mint én vagyok például. De ez, én, én is ebben gyönyörködöm, meg ezt én tapasztal, tapasztaltam, is mindig a körülöttem Igen. levő hívő világban. Igen kifejezetten uh, amikor ma, a, 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 a hétköznapi tevékenység a liturgia részévé lesz, ezt tartom egy nagyon uh, ortodox dolognak, és ez volt, azért említettem ja, hétköznapi, a porszóval, hogy a hétköznapi aha, hogy uh, volt egy szintén ortodox család, ahol nem én, de egy kedves barátom vendégeskedett, sok gyerek, uh, együtt a család, és leültek filmet nézni. Volt valami sorozat. És azt mondta a családfő, hogy urunk, köszönjük, hogy most leülhetünk, és megnézhetjük ezt a sorozatot. És, és akkor leültek, és megnézték, és a végén azt mondta, hogy köszönjük, hogy megnézhettük így a család együtt, és hogy tudod, Igen. amen. Tehát, hogy Jaj, bele van illesztve, Igen. mert amúgy az van, hogy most imádkozol, most Igen. sorozatot nézel, most most mész, most porszivózol. Most tehát ez, ennek az össze, tehát a, tulajdonképpen a regula, most így visszatérve, az, és ez, ez egy szép gondolat, hogy a, a liturgia részévé teszed az életed minden cselekedetét, azt is, amit nem, nem, nem gondolod, hogy oda tartozna, inkább úgy gondolkodunk róla, hogy majd, ha ennek vége lesz, akkor imádkozom. Uh -huh. Ő meg úgy gondolkodik, hogy ezzel most én imádkozom. Ja. Most én úgy porszívózok. Most én úgy. És akkor. Na, szóval, hogy hogy van ennek egy szépsége, ami, ami engem egyből magával ragadott ahogy, ahogy uh, ezt ezt uh, olvastam. A, a másik, és amit akartam mondani, kicsit az meg ilyen ambivalens, hogy amikor a Zeneakadémiát elvégeztem, akkoriban olvastam Thomas Merton Hétlépcsős hegy című könyvét, meg a Csend szavát, és a, a Hétlépcsős hegy egy olyan könyv, ami olyan szinten romantizálja uh -huh. a szerzetességet, hogy jó pár barátom elolvasta, és belépett a szerzetesi életbe. Aztán, aztán ott derült ki, hogy nem ennyire romantikus. Tehát, amikor, amikor az a, tehát a, a ugye a regényekben az irodalom, nagyon sokszor főleg a romantikában, a szerzetesség, tehát nézd meg a filmekben egy szerzetes nő, halálsápat, ronda, ja. mint a bűn, és akkor ő, a, mint akit már élve eltemettek. Na most itt egy olyan el, ellen valami, hogy mikor végül eléri, hogy a vágyak vágya, hogy őt fölszentelik és fekszik a porban, és a szája tele megy porral, mert így fúj a szél, és így, így, így nevet, alig bírja a nevetést, a, a extatikus örömöt visszatartani, hogy végre ott van, tudod? Uh -huh. Szóval tényleg ez olyan, mint egy szerelem, mint egy, egy nagy teljesedés, hogy mindenki be akar lépni. Tehát írtalad, ez is eszembe jutott, de aztán továbbolvastam a könyvet. <laughs> továbbolvastam, és uh, tulajdonképpen uh, gondolom érdemes lépnünk azért, hogy hogy mindenre uh, sor kerüljön. Itt, tehát a harmadik fejezetben ő a regulát mutatja be. És nem tudom, hogy van-e ehhez hozzáfűzni valód onnan a harmadik fejezetből, vagy, vagy menjünk, mert a... Nekem is egyébként az, az vonzó volt benne, hogy, hogy az életnek a, a teljességét próbálja megragadni, úgyhogy hogy abban imádság van, rend van, munka van, tehát egy ö, hétköznapi és kiemelt egyszerre, ami nekem úgy alapvetően a szerzetesi modellből hiányzik, tehát ami a, a kritikám, vagy ami talán a reformátori hagyományban való gyökerezettségem miatt is nekem, nekem furcsa az az, hogy, hogy ki van a világból, és a házasság dimenziójából. Tehát, hogy azt teszi ö, ideállá. De ezt most nem akarom hangsúlyozni, mert, a, mert egyrészt erre vannak ellenérvek, amik megfontolandók, másrészt a Driernek nem ez a hangsúlya. Tehát ő Igen. pont azt hangsúlyozza, hogy nekünk is meg kell találni valami olyan fajta életmódot, ami legalább ennyire radikálisan a Krisztus ö, forráshoz visz, és, és rendet vág az életünkbe úgyhogy hogy valódi keresztény életet éljünk, és ne, vála, ne váljon el a, a profán és a szent egymástól, hanem az életünk egészen meg legyen szentelve. Tehát én ezt, ezt a hangsúlyt látom benne, Igen. és ezen nagyon-nagyon mélyen egyetértek, és erre rezonálok. Tehát tovább, tovább tudunk menni. Jó, tehát az nagyon fontos, hogy néhány olyan szó van ebben, olyan kifejezés, ami, amivel sokaknak meg kell barátkozni. Tehát a szerzetesség sokaknak azt jelenti, hogy ha kivonul a világból, aztán nem, nem törődik vele. De, de nem az, nem erről beszél a Dreyer egyrészt, másrészt, másrészt akár majd később följönnek ilyen szavak, hogy az kézi is, meg mit tudom. Tehát ezek teljesen idegenek attól, aki nem katolikus katolikusként olvassa ezeket, de érdemes velük foglalkozni. Az, az hogy az az, kapcsolatban pont ez, ez ebbe a fejezetben van a Nem, aszkézis? nem, nem az, akar, későbbi azt jön, jön, az nem, nem veszem előre. Majd. Jó. Aha. Mertünk. A negyedik fejezet az, az, egészen más, de hát ugyanezzel foglalkozik, tehát hogy hogyan érintkezzünk a világban, miközben kivonulunk belőle lelkileg. Tehát ugye ez arról szól ez a szerzetesség, hogy, hogy meg a Szent Benedek válaszútja, ez arról szól, hogy volt egy teljesen elvilágiasodott, egy teljesen le, hogy környezet és, és egyház, és ebben Ebből, ebből úgy döntött, hogy kivonul. Ugye, hát ez a Szent Ferenc, Szent Benedek, tulajdonképpen ez mindig egy ilyen, ilyen döntés, hogy kivonulsz ebből, ebben te nem veszel uh -huh. részt, hanem, és akkor, hát mit tudom, Szent Benedek valamilyen pusztaságban, és akkor valaki vitt neki kaját, és ő ott, uh, különböző, ez egy, ez egy, uh, ez annak a radikális megejles, hogy ne szeressétek a világot, hogy, tehát vonulj ki, de ugye ezt ezt lelkileg érti, tehát nem menj el egy pusztaságba, nem menj, mit tudom én a, a a földre valami. Prérire, hanem hanem maradj benne a társadalomban, de belülről vonulj ki ebből. Ne, uh -huh. ne legyél a része. Úgy úgy menjél benne, hogy te a világ része vagy, de a világ nem a te részed. Na most itt van az, hogy a negyedikben azt taglalja, hogy de akkor hogyan kapcsolódjunk Igen. a környezetünkhöz? Ugye az a kérdés az újfajta keresztény közéle. Na itt aztán nagyon erősen bejön az, ami Amerikában akkor volt amikor megírta, a, ugye a Trump, a, kivel is versenyzett akkor? A Hillary Clinton. Clinton, igen, a demokraták, republikánusok, akkor minden egyben volt, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon hiszterizált közélet volt, és ebben a keresztényeknek volt egy állásfoglalásuk. Hogy hogy? És akkor, és akkor eltelt egy csomó idő, nem egy csomó idej, egy választási ciklus, és még hisztérikusabb lett ez az egész, és még inkább kérdés volt, hogy de hogyan foglaljunk állást mi keresztények? És, és itt leírja azt, hogy a, a, a közélet is mekkorát változott. Na most nekem nem az a... Az a tehát az egy, az egy fontos dolog, hogy mi a különbség az amerikai meg a magyar közélet köz, de nagyon hangsúlyos, hogy mennyi hasonlóság van. Hihetetlen, hogy mennyi hasonlóság van. A két uh, helyzet közt, ami ma Magyarországon van, és ami akkor volt. Minden esetre azt, azt mindenképpen meg, vagy érdemes megemlíteni, hogy mekkorát változott az úgynevezett jobboldal és baloldal a 60-as évektől a mostanáig. Azt nagyon hangsúlyozza, hogy a 60-as évekig igazából nem erkölcsi vagy ideológiai alapon szavaztak az emberek, hanem egyszerűen gazdaságilag. Kinek van egy jobb terve a következő négy évre? megnézték, családtámogatás, adók, de abszolút ilyen stratégiai szinten, hát a republikán akkor oda szavazok, demokrati, nézd már, akkor, ne, akkor, akkor legközelebb ki, és így tovább. Tehát így szavaztak az emberek, és ő oda teszi, ez talán a Roe véd Wade ügyhöz, hogy onnantól kezdve, mert nyilván nem elvágulak, de valahogy ez így szimbolikusan mutatta, hogy hogy megváltoztak a viszonyok, és abszolút ideológiai alapon és erkölcsi alapon választottak az emberek. És ez egy nagyon nagy, ez, ez nagyon nagy hatással volt az emberekre, ez a választási, hogy mondja, ez a változás. Uh -huh. Azt mondja, hogy korábban a munkásosztály állt szemben a Wall Street-tel. Mondjuk, hogy a szegények a gazdagokkal. És innentől viszont egy úgy álltak szembe az emberek, hogy valakik szerint van egy egyetemesen rögzített morális-elkölcsi rend, és valakik szerint nincs. És ez különösképpen a szexualitással kapcsolatban volt. Tehát, hogy, hogy egy nagyon érdekes változás történt, ami magával hozta azt is, hogy a keresztények hogy foglalnak állást a közéletben. Tehát, hogy, hogy uh, itt ez, ez egy nagy változás volt, azt hiszem, hogy, hogy azóta is uh, sok, sok változás van, de Onnan, hogy ezt így fölvázolja, hogy a közélet hogyan változik, hogyan, ö, hogyan ö, változtatja meg a keresztények hozzáállását is, lásd, a, mikor Trump ö, ciklusa végén ugye nem lett újra elnök, hogy hány keresztény nagy ö, prédikátor állt bele a földbe, nyilvánosan szégyenült meg, mert, mert úgy álltak ki Trump mellett, és ott a Isten akaratát meg meg seregeit vizionálták, meg minden teljesen tévesen, teljesen rosszul. Uh -huh. Tehát konkrét proféciákat mondva, és hülyét csinálva magukból. Tehát Te ugye itt, itt nagyon erős lett a, az, hogy hogy választanak a keresztények. teljesen Általában teljesen természetes volt az, hogy ilyen társadalmi ügyekben kulcskérdések erkölcsi, oka miatt, vagy, vagy, vagy értékválasztás miatt, republikánusok voltak a keresztények, és demokraták a nem keresztények. Uh -huh. Tehát egy ilyen környezetben keresi azt, hogy uh, hogyan lehetne uh, tovább menni. Igen. Azt az talán itt egy uh, fontos, vagy fontos megjegyezni, hogy a Dreyer nem szimpatizál trump de talán nem talán biztosan még kevésbé a demokratákkal. Igen. És ő azt uh, Képviseli, hogy ezt a hatalmas vízözönt, ezt ö, nem lehet pusztán politikai eszközökkel megállítani. Tehát akik arra tettek, hogy majd a Trump megállítja, azok, azok tévedtek, de ezt 2016-ban leírja, és ö, meg, megerősíti 2021-ben. Mert hogy sokkal mélyebben vannak a, a problémának a gyökerei, amiről a múlt ö, beszélgetésben ö, beszélgettünk is. Tehát ő azt mondja, hogy, 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 nem tud egy politikus kulturális trendeknek parancsolni. Tehát még hogyha a Trump alkalmas is lenne, ő, ő nem tartja alkalmasnak, nem tartotta alkalmasnak, de akkor sem tudná ezt megállítani. Tehát egy nála jobb politikus se tudná ezt megállítani, mert, mert, mert olyan mélyről jövő hullámok ezek, amiknek a politika csak inkább hordaléka, mint sem, mint sem, alakítója. Vagy valamilyen szinten tudja alakítani, de alapvetően megállítani nem tudja. És ezért ő azt, azt, hangsúlyozza, hogy, hogy a keresztények közéletben való részvételét azt, azt máshogy kell csinálni. Tehát nem, nem elég az, hogy, hogy ráülnek a republikánus pártra a keresztények vagy a, keres republikánus párt rávül a keresztényekre, mert ebből mindig csak az lesz, hogy a következő elveszített ügyért harcolunk. És, és az első adandó alkalommal a republikánus párt az ki fog nyugodtan állni a keresztények mellől, hogyha ő ezt politikailag meg tudja csinálni, mert nem, nem, nem ez a, az ereje ennek az egésznek, se pro, kontra. Se tehát ő, ő, ő azt hangsúlyozza, hogy vissza kell a keresztényeknek szerezniük az erejüket, tehát ez a a, a, Benedeki modell, hogy, hogy kivonulni stratégiai visszavonulást, tehát erősítsük meg a saját, saját várunkat, és, és a közélet terén ő egy dolgot mond, hogy azért a vérig kell harcolni, tehát egy ügy van még, amit, amit nem szabad elveszíteni, mondja ő, az a szólásszabadság ügye. Tehát az az, az amiért, muszáj harcolni a, a keresztényeknek továbbra is. Tehát tehát harcolni kell azért a, a, a cukrászért, azért a virág stb. Tehát, hogy ezek, ezt, ezt, a harcot ezt le kell folytatni. Ilyen szempontból kulcskérdésnek tartja azt is, hogy, hogy az alkotmánybírák köz, köz tehát milyen alkotmánybírák vannak, akik megvédik ezt a, a, keresztényeknek a szólásszabadságát, vagy sem. Mert hogyha nincsen ez a jog sem meg, az egy, Elképesztően nehéz pozícióba helyezi a keresztényeket. Persze, akkor is ezt kell csinálni, tehát akkor is a bárkát kell építeni, de a közéletben ő azt mondja, hogy ez, ez az ügy, ez, ez fontos. Tehát ezért, ezért, ezért harcolni kell. Nem, Azt mondja, hogy a keresztények nem engedhetik meg maguknak, hogy a nyilvánosság terét teljesen elhagyják. Tehát vannak pozíciók, amiket meg kell fogni, meg kell tartani, de az nem elég, semmiképpen nem elég, hogy a politikától várjuk a megoldást. És szerintem ez itt Magyarországon is egy nagyon fontos üzenet, hogy a keresztények nem várhatják azt, hogy a politika nyerje meg a kultúra terét a számukra. Tehát ez, ez nonsens. Nekünk, nekünk, nekünk kell a, a saját dolgunkat képviselnünk. Nekünk kell a saját dolgunkat úgy képviselni, ahogy azt mi helyesnek tartjuk. És ö, Hogyha olyan helyzetbe kerülünk, ahol nem tudjuk már képviselni a saját ügyünket, az a társadalomnak is egy sokkal rosszabb dolog. De tehát ezért, ezért van amiért érdemes harcolni, mondja ő. De azt írja, hogy a, tehát a republikánusok melletti, vagy az, hogy tőlük várták a, a védelmet, ez egy, ez egy bukott. Bukott uh, Igen. stratégia. Ezt Igen. kijelenthetjük. Én azt hiszem, hogy ez, uh, hogyha bibliai uh, képet veszünk, akkor akkor ez nagyon hasonlít ahhoz, amikor a tanítványok a, miután Jézus meghalt, totál depresszióba estek. Mert ahogy mondják is, hogy ugye pedig mi azt hittük, hogy ő váltja meg Izraelt, volt ő bennük egy olyan kép, hogy itt és most a Földön meg fog valósulni az Isten országa. És tehát politikailag is meg fog valósulni. Isten országa, egy olyan reménységük volt, hogy ők ülnek a jobb és bal keze felől, hogy hogy, uh, hogy itt és most megérkezik ezen a világon a messiási Tehát az ország, az Isten országa, meg az akkori ország egybecsúszott, csúszott. És, és uh, egyszerűen csak föl kellett ébredniük ebből az illúzióból, mert Jézus nem erre gondolt, sokkal többre gondolt, és meghalt. Uh -huh. és föltámadt. És az Isten országáért nem lehet küzdeni politikai eszközökkel. Ne, azok az eszközök, a törvényhozás, tiltakozás, mine azok nem alkalmasak erre. Mert mert más másképp működik az Isten országa. Az azért való harc. Ettől még lehet harcolni, egy olyan, tehát politikusoknak is jó, hogyha vannak keresztények, akik politikusok, és a törvényeszközeivel, törvényes, legális eszközökkel harcolnak olyan értékekért, ami alapján egy, egy jobb világban élünk. Uh -huh. Én ezt úgy látom, hogy, hogy, hogy az egyház az létezik összegyülekezett formában, és létezik szétszórt formában. Tehát, és amikor szétszor, szét van szórva az egyház, akkor mindenki különböző elhívásokba, feladatkörökbe kerül, ahol neki keresztényként kell helytálnia, és a döntéseit a keresztény hitének befolyásolnia kell. Különben nem vagyunk tanítványok. Ha valaki politikus keresztényként, akkor legyen hatással a hite arra, hogy a politikát végzi. De az nem azt jelenti, hogy ők akkor politikusként az evangélium hirdetését kell, hogy végezzen, mint politikai feladatot. Tehát ezeket itt meg kell különböztetni egymástól, Igen. de keresztényként lehet hatása a politikára is. Tehát alapvetően, mikor ugye a tanítványok kérdezik Jézustól, hogy most, most állítod-e fel Izraelnek a királyságát, akkor, ő, akkor, ő, akkor, ő, akkor Jézus arról beszél, hogy, hogy máshogy új, újra alakul az Izrael. Tehát más, 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 lesz, de ez egy expanzív munka. Tehát ö, nem arról van szó, hogy nem nincs dolgotok a világgal, hanem, hanem vonuljatok ki a világból, és építsétek a kis saját házatokat. Nem, a, ő be, a világba küldi őket. Azt mondja, mert a, vi, a föld végső határáig menjetek, elküldöm nektek a Szent Lelket, és hassatok. Legyetek Só és Világosság. Tehát van dolgunk a világban, mert a, a Só és a Világosság a világban van. Tehát a, a világ világossága, a, vi, a földsója, azt, mondja, azt mondja Jézus. Tehát van a keresztényeknek dolga, akár a politika terén is. De ez. Ö, nem azt jelenti, hogy én a politikától várom azt az erőt, amit, amit én a Szent Lélektől kapok. A politika az csak egy, ez az csak egy következmény, hogyha ha a keresztények tudnak hatni arra, hogy a, a, társadalom más, másmilyen legyen, mert ez a dolga a sónak is, meg a világosságnak is, hogy legyen hatása a világra, tehát igen. minimum útmutatás, minimum alternatíva felállítása, de annál, annál valószínűleg több is de az erőm az nem onnan van, nem a politikától, és szerintem ezt Drier jól látja, tehát ezt nem, nem ezekkel a szavakkal fogalmazza meg, de jól látja azt, hogy hogy ezt az illúziót ezt fel kell adnia az egyháznak, tehát, hogy a, a politika véd meg bennünket, nem nem a politika véd meg bennünket. politika az egy dolog, annak van jelentősége a maga helyén, de az, az egyháznak Krisztusban kell megerősödnie, tehát Krisztushoz Igen. kell mennie, nem a republikáns párt Krisztus az, aki, aki az ereje az egyháznak. Ott igen. ő benne kell megerősödni. Igen. Két ilyen szélsőséges vélemény az egyik, ugye az az, hogy, hogy, hogy az egyház, tehát valamiképpen, hogy, a, hogy, hogy keresztényé tenni a társadalmat, keresztényként, amit ő is mond, és nagy csalódottságát, múltkor mondtam, hogy hogy, hogy mekkora csalódottság van, hogy hát kisebbségben vagyunk. Uh -huh. ez a, a, hát persze, hogy kisebbségben vagyunk. Tehát, hogy, hogy mi ne, szerintem itt nem is gondoltuk soha, hogy többségben vagyunk. Keresztények, mert nem is kell, hogy hogy úgy többségben legyünk a, a társadalomban. Neki ez egy nagy csalódás, mert az amerikai közélet az valami, a, a, ott volt valami ilyesmi. De vannak, akik kifejezetten úgy érvelnek, hogy egyáltalán ne legyenek keresztények a közéletben és a politikában, inkább üldözzék a keresztényeket, mert az majd külön jó lesz uh -huh. a keresztényeknek, lásd mindenhol, ahol üldözik a keresztények, milyen jó, mert ott él az egyház. Na most ez, egy, ez is egy nagyon furcsa hozzáállás, erről írtál is a, a divinity azt hiszem, hogy, a, ja. hogy, hogy vajon a mennyire szuper, hogy a szekularizmus mennyire hogy is mondjam, használ a kereszténységnek és az ébredésnek, azt hiszem ez is egy, 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 egy buta érvelés, mert olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy, hogy hát a munkahelyemen emelték az óradíjat, ez nagyon sajnálatos, mert hogyha viszont beteg vagyok, és levonják, akkor többet fognak levonni. Tehát, hogy egy ilyen igen, ilyen, rossz, igen. rossz körkörös valami egyáltalán nem az a jó ha rossz. Uh -huh. a rossz. Ez, szerintem ezt Istenre lehet hagyni. Tehát az, hogy ő mikor akar fegyelmezni azzal, hogy, vagy megtisztítani azzal, hogy, hogy rossz helyzetbe visz. De ezt nem nekünk kell előidézni, hogy rossz helyzet legyen, mert akkor mi megtisztulunk. Az, az másik dolog, hogy dolgozzunk a megtisztuláson, ami akár lehet stratégiai visszavonulás is. De én emlékszem rá, hogy 1993-ban voltam egy ilyen nagy missziós konferencián Hollandiában, és ott ö, ö, voltak Romániából is, és az egyik előadást egy román evangéliumi vezető tartotta, ö, most nem fog eszembe jutni a neve. Aki ö, arról beszélt, hogy hogy ö, ők ugye most, most jöttek ki a Csauseszkú diktatúrából, tehát ők pár éve ö, ért véget, és ö, szinte mint a Konstantini időszakban, amikor még a Konstantin legenda szerint oda ment az egyik püspökhöz, Pafnutioszhoz, és megcsókolta a kivált szemének a helyét. Igen. De hogy körülbelül így voltak ott a románok is, hogy, hogy ez nagyon sok-nagyon sok. Nagyon sok ö, sebbel sírléssel, amit, amit kaptak, és, és büszkén viselték is. De emlékszem, hogy mondta ez, a, ez az evangéliumi vezető, hogy hogy most nekünk a kihívás az, hogy megtanultuk, megtanultunk meghalni Krisztusért, most meg kell tanulnunk élni Krisztusért. Igen. És ez valahogy egy kicsit egy ilyen helyzet is, hogy van, amikor a visszavonulás időszaka van, van, amikor a a lehetőségek időszaka van. És azt valakivel volt egy beszélgetésem erről, aki azt mondta, hogy a kereszténység természetes állapota az üldöztetés állapota. Én meg azt gondolom, hogy nincs a kereszténységnek természetes állapota a világban. A, pont ez a lényeg, hogy, hogy, nem illeszkedik a világhoz, de üldözöttként sem illeszkedik a világhoz, mert, mert nem, nem e világból való. egy, 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 egy eljövendőt vár de meg kell tanulnia Krisztusként élni, világ, Krisztus követeként, vagy tanítványaként Igen. élni, világosságként és sóként, akármilyen is a világnak a berendezkedése, és hatni. Így és van. azt Isten szabja meg, hogy mekkora a tere a keresztényeknek, hogy hasonak. Igen. Úgyhogy szerintem az, az egy, 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 fontos dolog, ezt le is írja, hogy, hogy, a, tehát, hogy nem alkalmas a baloldali politika arra, hogy megoldja a keresztények dolgát, és nem alkalmas a jobboldali uh -huh. politika sem, hogy, hogy megoldja. Uh, Azt hiszem, erről beszéltünk már korábban, hogy, hogy egyszerűen Jézus nem baloldali, és nem jobboldali, és nem közé. És nem közép. Igen, mert van igen. ez a magyar, igen. magyar igen. Mentor, hogy én középen állok, és akkor én publicisták, ide is marok egyet, akkor oda is, és igen. akkor, akkor én középen állok. nem, nem ez a feladat. Hogy, hmm. hogy, hogy középre állni, mert egyszerűen csak inkább fölötte, ez fölötte lebeg. És, a középen álló, azt a politika határozza meg. A keresztény pedig igen, nem, a nem a politika határozza, politika határozza meg. meg. Pontosan, igen. pontosan. Úgyhogy azt hiszem, hogy most így pont jó, ez a dolog az ötödik fejezethez, az a cím, hogy az időtálló egyház. Uh -huh. És itt nagyon radikális dolgokat fogalmaz meg, nagyon radikális felhívások és konkrét gyakorlati felvetései vannak. Há, én most három olyan dolgot emelek ki ebből, amiről érdemes beszélni. Az egyik az az, hogy a, a jóléti evangélium és a szórakoztató egyház zsákutca. Egy betegség és egy kór és kortünet. Az első. A másik az az, hogy az egyház fegyelem. Erről egyébként nagyon érdemes beszélni, mert döbbenetesen rávilágít arra, amiről a múltkor beszélgettünk, tehát ez egy szinte értelmezhetetlen fogalom a mai uh, egyháztagok számára. De egyház vezetők uh -huh. számára is. És a harmadik felvetése, több van, csak most uh, próbáltam úgy szemezni, hogy talán a leghangsúlyosabbakat, amikor azt mondja, hogy teljes szívedből fogadd el a számüzetést és a vértanúság esélyét. Uh -huh. Na, hát ezek Jó. így nagyon távol állak tőlük, és érdemes összeköttünk őket, mégis, mert uh, igaza van a, az időtálló egyház uh, tekintetében. A múltkor már beszéltünk erről, ő így mondja, Túl sok egyházközségünk működik vallásos vakolattal ellátott szekuláris szórakoztató központként. Túl sok egyház hódolt be a modernitásnak, veti el a múltkorok bölcsességét, kezeli az Isten tiszteletet fogyasztói tevékenységként, és hagyja, hogy az egyháztagok felelősségre nem vonható atomizált egyénekként működjenek. Uh -huh. Most ez, ez, ez egy nagyon-nagyon erős és nagyon igaz állítás. És érdemes ebből a távlatból most ránézni erre, hogy, hogy, hogy láttad, mit, mit kelted föl benned, lelkipásztorként is azért lehúztál pár évtizedet, és tudod azt, hogy ez, ez hogy működik, és én is gyülekezeti szolgálatban állok, gyakorlatilag amiatt az eszemet tudom, és, és eltaláltak ezek a, ezek a mondatok. Hogy, hogy látod ezt? Hát én aláúztam ezeket a mondatokat, és fölé írtam a lap tetejére, hogy jogos kritikák az evangéliumi mozgalommal szemben. Szerintem ezek igaz, jogos kritikák. Nem minden esetben, nem mindenhol, de létezik ez a jelenség, nagyon is létezik. És uh, nekem tetszik ez a radikalizmusat, tetszik a szó kimondása tetszik az, hogy szóvá teszi azt, hogy ahhoz, hogy mi itt labdába rúghassunk, ahhoz el kell felejteni azt, hogy szórakoztató központként működjünk. Egyszerűen nem engedhetjük meg ezt a luxust. Ez azt jelenti, hogy mi a világ életét folytatjuk. És akkor nincs ránk szükség. Csak akkor van ránk szükség, csak akkor lehet bármiféle hatásunk, hogyha radikálisan megtérünk ebből. Nagyon tetszett, ugyanezen az oldalon van az a mondata is, hogy ahhoz, hogy a mai egyházak túléljék a sötét korszakot, föl kell hagyniuk avval, hogy normálisak legyenek, normálisak idézőjelben, vagyis hogy ö, hogy sokkal mélyebb elköteleződésre van szükség. Bizonyos szempontból ö, nem normálisaknak kell lennünk. Igen. És nem, nem abban az értelemben, hogy most elkezdünk akkor ilyen idétlen ö, pótcselekvésekbe Pocsákéseket végezni, és, és felkelteni fel a figyelmet. Nem figyelemfelkeltésről van szó. Nem arról van szó, hogy itt most ö, valahogyan jelezzük azt, hogy ha, ho, mi is itt vagyunk. Szó nincs erről. Pont arról van szó, hogy vissza vissza Krisztushoz. Megtalálni azt, hogy kik vagyunk még Krisztusban, és azt az életet élni. Tehát még, még csak az sincsen, hogy. hogy ö, Persze, érzünk egy, egy, fajta szövetséget vagy rokonságot azokkal, akik az őrülettel szembe mennek, és, és azzal szembe felemelik a normalitást. De, de, de ennél sokkal messzebb kell mennünk. Tehát ez nem, ez nem elég. Nem, nem erről van szó, hogy nekünk is, nekünk is a normálisak közé kell tartoznunk. Nem. Igen. Ez, ez akkor azt jelenti, hogy ez egyház a világ. És, és akkor majdnem mindegy, hogy most melyik oldalon vagyunk a, a, az így nem normálisak vagy a normálisak között. Nem. Krisztusban kell túlmennünk ezeken, és, és, és elmélyülni a hitben, és, és, nekem az nagyon, nagyon tetszett, hogy, hogy vissza a múltba, és nem nosztalgikusan visz vissza a múltba, tehát nem azt mondja, hogy próbáljuk újra visszahozni azt, ami régen volt. Szóval egyáltalán nem erről beszél. Arról beszél, hogy vannak olyan ö, erőforrások a múltban, amiről elfeledkeztünk. Azért, mert idétlenkedünk itt a modernitással. Mert mi is, mi is ugyanezt, ugyanezt pörgetjük. Ugyanazt pörgetjük. Pedig iszonyatosan nagy kincseink vannak. És akkor ö, tehát ő, ő azt mondja, hogy, hogy, hogy menjünk vissza ezekhez a spirituális és teológiai kincses bányákhoz, és kezdjünk el ásni. És ott rengeteg mindent fel tudunk fedezni. És akkor nagyon tetszett például, amikor, amit a korai egyházatyákról ír, az ókeresztényírókról, akiket én is, én is, falok egyébként, most, most is olvastam uh, Justinosnak egy, egy könyvét, és, és nagyon jó abba a levegőbe bele, bele, szippantani, mert néha nem mondanak semmi különöset, de, de máskor megérződik az, hogy ott, ott van az, hogy, hogy, ők nem, nem ahhoz igazodnak, amihez mi. És nekik is megvoltak a kísértéseik, tehát nem, nem idealizálom őket, mert őknek rengeteget küzdöttek a görög filozófiával, és sokszor a kísértésnek de. engedtek is. De de máskor meg, meg pont azért, mert nem azokkal a a, a a kísértésekkel harcoltak, amivel mi, ezért elképesztően frissítő. Igen. De én én két, két okot látok, ami amin érdemes elgondolkodni. Az egyik külső, a másik belső. Tehát a korszellem, a külső. A korszellem az mindig, a Biblián is végigvonul, hogy mennyire hat Isten népére. Uh -huh. Tehát például, amikor, amikor Jákob és Ézsau hogy, hogy van egy olyan kijelentés, hogy a nagyobbik szolgálja a kisebbet. Tehát a kisebbiknél lesz, a, tehát a kisebbik a befutó. Ez teljesen ellentmond az ókori korszellemnek, amikor a nagyobb a befutó. És elég hosszú idő, mire át tudja programozni az agyát Jákob, és megérti, hogy a saját unokáját már fordítva állja meg. Igen. De ez egy nagyon-nagyon hosszú processzus, mert a korszellemben minden azt üzeni, hogy aki az első, az, 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 az lesz a befutó. És, és Isten ez, ez végigvezet, végig látszik az ószövetségen. Állandóan a kicsi, a meddő, a meddő, meddőből lesz a nagy, a ősanya, a dadogósból lesz a szónok, a gyávából a hadvezér. Ez mindig megcsúfolja azt, ami a korszellem, meg az embernek a, a hozzáállása. A, a, a kevesekkel végzi el a nagy munkát, és ezt, ez, ez szándékos. De a korszellem hat ránk és a korszellem azt mondja, hogy, hogy legyél nagy. Először legyél, váljál országossá, aztán nemzetközivé. Egyszerűen, mint a Meki, vagy bár, tehát, hogy ja. a akkor vagy sikeres. És ha sikeres vagy, akkor sokan vannak. Ha sokan vannak, akkor áldott vagy. Uh -huh. Ez egyszerűen egy, 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 hazugság. Ez így, így de mi, mi, következik ebből, hogy a, a, az ilyen transnacionális uh, cégeknek, vállalatoknak a, a marketing stratégiája yep. érvényesül. Úgy udvarolnak körül a gyülekezetekben, mint hogyha egy, 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 egy tele telekommunikációs szolgáltató lenne, hogy válaszd ezt a csomagot. Mm -hmm. És kész. És, és az egész őrület. Most itt, hogy, hogy lehet az egyházfegyelem? Hát, hogy, hogy néz az ki? Budapesten van mit olyan hány gyülekezet, Hát eleve, ha oda megy valaki, hát már örülnek, hogy ott van. Nincs is jelentős, ide többet nem jöhetsz, hogyha így csinálsz. Hát nem is akarok, ha hát megyek a másikba. De most Efézusban volt egy gyülekezet, a gyülekezet, hogyha valaki, valakinek ott azt mondták, hogy, hogy figyelj, te ide nem jöhetsz be, amíg te ezt csinálod. Azért nem, mert nem vállalunk közösséget ezzel. Majd, ha megbánod, majd, hogyha bűnbánatra jutsz, akkor. Uh -huh. Annak volt súlya. Kívül került az egyházon úgy Igen. már. De volt ső, most nincs súlya. Tehát ez egy, ez egy külső dolog. Hogy hogy oldod meg? Hogyha te Budapesten vagy akár nagyvárosban vagy lelkipásztor, és megpróbálnál egyházfegyelmet gyakorolni, és ez alatt tényleg azt értem, amit valaki úgy mondott, és ez igaz, hogy minden gyülekezeti közösség minőségi fokmérője az intés. Ez uh -huh. igaz. Uh -huh. Igaz van-e, milyen? Mert az lehet brutális, rossz, az lehet. ha az, min, hogyha az működik, az jelzi, hogy a közösség él. De ez gyakorlatilag szinte lehetetlen. A, nem tudom, hogy láttad-e, vagy olvastad de a Jordan Peterson írt egy éve, talán egy ilyen, vagy fél éve, nem tudom egy, vagy, vagy egy, ilyen, egy ilyen rövid kis intést intézett a keresztényekhez, Keresztény gyülekezetekhez, és azt mondja, hogy a fiatalok megnyerése érdekében emeljétek magasabbra a lécet. Legyenek a, az elvárásaitok sokkal magasabban. És uh, én, én írtam akkor egy ilyen nyílt levelet, nem, nem azért, hogy elolvasom, mert nem hiszem, hogy elolvasnád, de majd eljutná egyáltalán hozzá, de hogy, hogy, uh, hogy uh, Dr. Peterson akkor uh, lépjen be a gyülekezetbe tehát akkor emeljük ott is a lécet. Igen. De az, azt gondolom, most ezt leszámítva, hogy, hogy abszolút igaza van. Tehát ha nem veszük komolyan magunkat, miért vegyen komolyan bennünket a világ? Ha nem veszük komolyan Krisztust, miért vegye a világ komolyan Krisztust? Tehát ez, ez nem megy máshogy. Igen. És, és, pont rossz a stratégia. Tehát, és most nem, a, én nem, 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 egy ilyen törvényeskedő, ilyen, ilyen Rideg dologról beszélek, mert ezt lehet nagy szeretettel csinálni, lehet úgy, hogy hogy az, az megnyerő legyen, de hogy, hogy van nekünk ajtó. Tehát, ahogy a Mennyei Jeruzsálem is a jelenések könyvében, 12 kapu van rajta, de van nagyon magas falak. Tehát le, be lehet oda menni, de nem a falon keresztül. Igen. De, de egyszerűen a, a gyülekezet, egyszer azt mondta valaki nálunk a gyülekezetben, hogy, hogy a, az imádság az, ahol megismered Istent. A gyülekezet az, ahol megismered magadat. Az egy, az egy tökéletes önismereti rendszer. Ott súrlódsz. Ott sokszor alá kell rendeld magad. Sokszor előtérbe kell lépj, fölvállalni, hogy vezetsz. Sokszor hátra kell lépni. Ez egy, ez egy csodálatos dolog, lélektanilag nézve is. Egymást kell kiegészíteni. Úgy kell önmagad maradj, hogy közben a közösség is a te jelvényed és ennek az arányait Pál levelei ezt leírják gyönyörűek. Uh -huh. Gyönyörűek, hogy te önmagad vagy, és mégis az egész részeként Igen. ünnepled az egységet. Tehát nem zuhansz be, nincs egy szekta uh -huh. hatás, és nem veszted el az arcod, de nem is önállóskodsz hisz tudod, hogy egymásról utolságban vagyunk. Ez, Igen. Ez, és ennek mindnek természet fölötti összefoglalója, uh -huh. vagy vagy létrehozója van. És ez én csodálatos. nagyon szimpatikus, hogy önmagáról ír Dreyer ezzel kapcsolatban, hogy a mondta, hogy én ö, mivel már ez a harmadik egyház, ahol vagyok, ezért lehet, hogy én is azok közé tartozom, akik nem tisztelik a stabilitást, ja, vagy nem vetik alá magukat, de hogy hogy én ezzel, ezzel harcolok, és akarom ezt tenni, és akkor elmond egy-két példát, ahogy, ahogy az élete változott amiatt, mert alávetette magát a közösség fegyelmének, és akkor mond, mondta lelki vezetője, vagy a valamelyik pap, hogy naponta egy órát ö, töltsön imádsággal. Igen. És akkor elmondta, hogy ez mennyire kínlódott ezen, hogy Igen. vagy ö, szerettett volna, vagy valamelyik ö, másik helyre került át a liturgia, ha jól emlékszem, vagy egy, egy orosz ortodox ö, Igen. Ö, pap, pap lett a közösség élén egy darabig. És akkor ő elvárta azt, hogy csak az ö, veheti a, az eukarisztiát, aki előző este is részt vett, részt nem vett, tudom milyen alkalommal, és akkor mondta, hogy neki az a társasági életet, akkor élte, de alávetette magát ennek. És, és mondta, nehéz volt, de hozzájárult a lelki növekedésem. Ezek nekem nagyon tiszteletreméltó lépések, é. tehát hogy akarja alárendelni és tök magát. És érdekes, egy tök modern, egy nagyon modern amerikai ember. Igen. És van erről egy tapasztalatom, amikor sok-sok évvel, 25-30 évvel ezelőtt, mikor még úgy kezdők voltunk a Boyki brothers és jártunk ilyen haknikra, ilyen, ilyen orvos kongresszus, olyan izé, hát ezek nem a legjobb helyek egyébként, tehát általában ezek ilyen esti programok már kevés a józan ember a közönségben, de, de épp ezért nagy kihívás volt ott megfelelni és jó hatást elérni. És tehát minden, ilyen, ilyen vagy multi cégeknek a vezetői számára egy olyan koncert, ahol ők jól érzik magukat, minden, és akkor egy-egy egy koncert. És az volt csak nekünk mindig a kikötés, hogy oké, okay, de ilyen kaja közben mi nem. Tehát ha koncert, Aha. akkor. Ezek sz szakmailag nem nagy durranás, de jól fizetett. Uh -huh. Viszont nagy kihívássá vált számunkra, és ott tanultunk valamit. Egy felső vezetői kör számára uh, kihívás egy ilyen helyzet. És itt mi kitaláltunk egy nagyon jó dolgot, úgy beszéltünk velük, ahogy senki. Tehát mondjuk Bali öcsém uh, így, így elég jól kommunikál. Észrevettük, hogy ki, ki lehet pc olyanokat a közönségbe. Közönség, hát szóval ezek, ezek mind igazgató, meg menedzser, meg minden. És akkor azt mondja, te kék nyaklengedett, kék nyakkendős, te miért nem énekelsz? Na, gyerünk akkor kifelé. És mondja, először ilyen rettenet volt, de Senki soha nem beszél vele így. Uh -huh. Mindenki nyalizik neki. Mindenkinek a megélhetése, hát ezek úgy élvezték. Hát ezek teljesen oda voltak, hogy ez egy friss levegő volt. Mert hozzászoktak, hogy mindenki szervil is, mindenki, és mi meghülyítettük őket. Megugrattuk őket. Most ezt csak azért mondtam el, mert a ma embere hozzászokott, hogy mindenki körbeudvarolja. Uh -huh. Fogyasztói társadalom, mindenki a kegyeidet keresi. A szentírás nem keresi. És csak azt akartam mondani, hogy ne keverjük a show de hogy. Értem, értem. Igenis. Igen. Az, amit a Dreyer leír, azt mondta neki az előjárója, hogy akkor vehetsz részt vasárnap az Eucharisztévás, szombat este idejössz. Hát mi van, megyek egy másikba? Hát. És azt mondta, Oké. Okay. Jó. Tehát megdöbbentő. Ezzel csak ar arra akarok igen. bátorítani mindenkit, hogy a szentírásnak van egy ilyen elsőre korszellem szerint furcsa, de hogyha, hogyha hallgatsz rá, akkor egy meghökkentően friss és újszerű hatása van, és nem kell félni attól, hogy a posztmodern tunyult punyult ember, mint amilyenek mi is vagyunk, majd azt mondja, hát, tök, ja, majd azt mondják egyesek, de azok nem is fognak hiányozni. Elfelejtettük azt, hogy, hogy mi volt az első keresztény hitvallás. Az első keresztény hitvallás az az, hogy Jézus Krisztus úr. Ennyi. És ez mindent megváltoztatott. És, és azt mondja, Pál pálaténben, hogy az Isten az parancsolja, hogy mindenki mindenütt érjen meg, hajtson térdet Krisztus előtt. Ebben mekkora, mekkora tekintély van. És persze ezt lehet nagyon hülyen is csinálni, meg, meg rosszul képviselni. Olyannyira, hogy, hogy többször fölmerül bennem a könyv alapján, is most is, amikor beszélünk, lehet, hogy sokakban fölmerül, hogy hát most itt akkor tulajdonképpen megalapozzátok ideológiailag gileát fölépítését. Ja, igen, igen. Mert hogy vesd alá magad. Igen, Én. ám de mi van, hogyha az a valaki, az egy pszichopata, Én. és te aláveted magad meg a családodat, és érted, veszítsd igen, igen. el az arcod. Na most ugye ilyen is van. Tény és való, hogy olyan is van, hogy emberek, vezetők uralkodtak az emberek fölött. Az uralkodtak a, a lelkiismeretük fölött. Ahol ez van, ott nem szabad ott lenni, onnan el kell menni. Ja. És nem erről beszélünk, mert itt csak azt mondta ez a vezető, hogy én ezt javaslom neked, tedd ezt. Ő önként vetette alá magát, telje, tehát a szabadságából adott. Igen. Abból a szabadságból, amit ez a világ ünnepel, de közben szorong. Igen. Ő meg azt mondta, hogy alávetem magam, és azt mondta, ebben örömem lett. Ja. Nagyon nagy meg különbség. Az, hogy mi a kontextus, tehát hogy most azért nem egy olyan kultúráról beszélünk, ahol a Tekintélyelvűségnek a mindente átjáró mérgét próbálnánk valahogyan semlegesíteni. Ja. Hanem egy olyan kultúráról, ami a, amiben a szabadság az, ami és a. És nincs tekintély. A, a domináns és a tekintet ezzel kínlódnak a tanárok is. Igen, nincs olyan, hogy én alá. De te, te hogy vetem? Igen. Nem vetem alá. Nem. Tehát azt ünnepeljük, hogy azt csinálok, amit akarok. Igen. A, a gyülekezet, az egyház nem egy olyan hely, ahol azt csinálok, amit akarok. Épp úgy, ahogy a család. A család sem az a hely. A, ha, ha az van, akkor az szét fog menni. Az a család. S a gyereknek azt tanítjuk, hát úgy nő föl, uh -huh. hogy nem azt csinálod, amit akarsz, hanem, hanem megtanulsz együttműködni. És abban leszel te is boldog. Te egyébként szerintem ezt. Olyan nagyon nem is kellene igazolni, mert ö, nehéz úgy egy horgászklubhoz tartozni, hogy valaki megvesse a horgászatot. Tehát ott valamiféle azonosulásra szükség van. Nehéz egy, egy, egy zöld párt képviselőjének lenni úgy, hogy nem hiszek a környezetvédelemben. Tehát a, valamiféle azonosulást elvárhat a keresztény egyház ahhoz, hogy önmaga maradhasson. És uh, van, egy, van egy ide kapcsolódó gondolat, ami, amit a, pont az alfejezet az, hogy vett szorosabbra az egyházi fegyelmet, tehát hogy időtálló egyház lehessen. Hogy, ahol azt írja, hogy, hogy uh, a melegek, leszbikusok és szövetségeseik jogosan teszik fel a kérdést, vajon a konzervatív keresztények miért olyan sietősek az ő bűneik elítélésében, miközben pedig a saját közösségeikben a heteroszexuálisok között tomboló vállásról és szexuális bűnökről hallgatnak. A korai egyház közösségeiben eléggé szigorú fegyelmet tartott. Meggyőződésük volt, hogy az út vezet valahová, hogy azokat, akik nem voltak hajlandók az úton járni, vissza kellett téríteni az útra, vagy ha kitartottak a bűnben el kellett küldeni őket közösségeikből. Tehát itt teljesen jogos az a kritika, hogyha nem az úton járunk, akkor miért nevezzük magunkat kereszténynek? És hogyha a keresztény egyház keresztény akar lenni, akkor az embereket az úton kell tartani, és hogyha nem az úton mennek, akkor pedig azt kell mondani, hogy teljesen szabad vagy arra, hogy ne tartozzál Igen. ide, mert nem, nem, ugyanarról van szó. És van itt egy nagy, nagy félreértés sokaknál, mert akkor rögtön jönnek, hogy de hát, hogy pont a bűnösöké. Az hogy pont a bűnösöké. Hm. Jézus a bűnösök barátja. Igen, azok a bűnösök, akiket Jézus megszólít, hogy, hogy jöjjenek, jöjjenek ő hozzá hogyha megfáradtak, és jöjjenek ő hozzá, hogy meggyógyítsa hm. őket. És akkor van azt mondja, hogy és akkor itt ez a kapu, ezen lépje és ott az az út. Igen. És ott az az út. És egyébként ott is bűnösökként járunk. Az úton is bűnösökként járunk. Az, viszont az a lényege az egyház fegyelemnek, hogy, 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 ugye föl is, tehát mi tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, és a kegyelemből élünk. Igen. Tehát nem, ne, nem az a, nem az a jó, hogy azt mondjuk, hogy hát mi, akik ott vagyunk, nem vagyunk bűnösök, belezzeg a bűnösök. Mert ez a farizeusi világ. Mi is bűnösök vagyunk, csak mi tudjuk, hogy bűnösök Igen. vagyunk, és mindig a golgotai kereszthez visszük a bűneinket. Az egyházfegyelemre akkor van szükség, hogyha valaki a, a bűnét legalizálja. Uh -huh. Egyszerűen azt mondja, hogy hát úgyis mindenki bűnös, meg az, az vesse rám az első követ, és így tovább. Tehát, hogyha valaki megkeményedik a bűnben, ott csak az egyház ott, ott, teljesen ö, rossz, rossz hivatkozási alap az, hogy így, 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 és úgy a kegyelem. Tehát igenis van egyház Igen. Ez, ezzel kezdi egyébként a, az elején, hogy ö, ha elveszíti a sót, a só az ízét, akkor semmire nem jó, csak hogy, hogy kidobják Igen. ugye Jézust, Jézust idézve. Igen. És, ö, és azt mondja, hogy ö, ha nem akarjuk, hogy a só elveszítse ízét, cselekednünk kell, már nincs sok időnk, élesben megy a dolog. Igen. Tehát, hogy nagyon nagy a tétje annak, hogy az egyház egyháze, egyházként éle, Ha nem, semmi, semmi relevanciája nincsen. Tehát lehet, hogy azt gondolja, hogy tök releváns, mert ő most végre halad együtt a történelemmel, csak éppen mindenki tudja rajta kívül, hogy ezzel veszítette el a Igen. jelentőségét. Igen. Na most a Tekintettel az idő múlására. Menjünk tovább. Azt, igen, muszáj tovább mennünk, és most nem is fogjuk uh, kivesézni azt, hogy teljes szívedből fogadd el a száműzetést és a vértanúság esélyét. Ez szerintem önmagában elég... Uh, a mondat. A mondat, ja. igen, hogy, hogy ez olyan messze van. Ma uh, Budapesten, uh, Hollandiában, New Yorkban, e e e ezt nem tudjuk elképzelni, de uh, azért jó Érdemes elolvasni a könyvet abból a szempontból is, hogy nincs az olyan messze. Lehet, hogy nincs az olyan messze, hogy, hogy van valami ilyesmi. Uh, én oda még visszatérnék egy kicsit, mert ez nagyon fontos, hogy azt mondja a Keresztény falu eszméje című hatodik fejezetben, itt, itt már olyan, olyan direktívák szerepelnek, hogy legyen otthonunk házi monostor, ne féljünk a saját utunkat járni, ne bízunk meg vakon gyermekeink barátaiban. Akkor, Amikor később a, a, a gyerekekről beszél, tehát olyan mondatok vannak, hogy, hogy, uh, oda, oda meg kiírtam, tehát amik, amik már, már kifejezetten olyanok, ilyenek, biztos is családodnak helyes nevelést, Uh, vedd ki a gyerekeidet a nyilvános iskolákból. Uh, nincs klasszikus keresztény iskola? Kérdője. Akkor a gyerek legyen magántanul. Tehát annyira, uh -huh. annyira uh, regulaszerű már a dolog, hogy fölmerül bennem az, ami már a korábbi fejezetekben is fölmerült, hogy, hogy egy külső rendszer az, amit ő ad. És ez a külső rendszer, ezt egyébként uh, tehát ennek van relevanciája, de van egy veszélye is, és ez, ez az emberi természetünkből fakad, mégpedig mindig úgy ment az egyház történelem, és, és szinte ma is így ezt tapintani lehet, hogy vannak idők, amikor így kiárad a kegyelem. Uh -huh. a, a szabadság, Krisztus szabadsága, amikor amikor, amikor rádöbbennek az emberek, hogy, hogy milyen csodálatos ez az út, amikor most nagyon leegyszerűsítve, amikor az ő gyerekeik megszületnek, ez lesz nekik a természetes, és jön a korintus út, hogy a, a Krisztus szabadságát a saját bűneik legalizálására használják. Ekkor lép föl egy polvósár, vagy mit tudom, jönnek azok, akik azt mondják, mint Pál mondta, hogy hát nem az a Krisztus szabadsága, hogy, hogy te bűnben élj, nem használhatod erre. Ekkor, jó esetben, megrendül az ember, megtér ebből, az ő gyerekeik pedig megöröklik a szabályokat, ja. és kezdődik minden előről, és megint jön valaki, azt mondja, mint a galatáknál, hogy de nem az a Krisztus, nem az a, ahogy, hogy ilyen szabály, meg olyan, meg újhold, meg izé, meg hogy milyen iskolába a gyerek, nem ez a Krisztus, hanem egy forrás benned. A, 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 egy élő közösség, uh -huh. a szabadság megélése, nem az, hogy vedd ki a gyereked innen, és iras be oda, meg hogy, tehát, hogy, hogy van ennek egy körforgása, és ő most akkor beszél és úgy beszél, amikor annak ott helye van. Igen, de hogyha ezt standardizálod, akkor az már... Ha osz. ezt akkor mondod, amikor épp ott tartanak az emberek, hogy, hogy megcsömörlöttek a szabályoktól, mert nem belülről jönnek ezek a szabályok. Uh -huh. Tehát itt minden mondaton érződik a szenvedély, hogy a saját, uh, saját megszenvedett belső útjából fakad és a legjobbat akarja. De igen. az egész válhat egy, egy olyan keretrendszeré, hogy oké, okay, beírattam és rosszabb, mint volt. Mert nem szabadságból fakad igen. Az, az, ami, ami, ami történik. Tehát, de hogy... egyébként azt látom, hogy ő ezekre reflektál, mert mert, mert ilyenkor néha így bedobja az, hogy igen, de tudom, hogy van az a történet, például, amikor valaki elmondta nekem, hogy őt pont egy ilyen nagyon szigorú családban, otthon, otthon ö, oktatással igen. nevelték, és, és ő onnan menekül. És akkor megértő, tehát azt, azt érzem a, a drier hogy nála ezek nem ilyen, tehát nem olyan szabályok, hogy ezt így kell csinálni, hanem ő egy, ő egy stratégaként gondolkodik, hogy mik azok, amik segíthetnek, hogy mi mm -hmm. meg, me, ezt a bárkát megépítsük, hogy jól, jól vészeljük át, és, és Lám Benedek idején ott volt egy regula, ami, ami valahogy reg, nem egy abszolút szabályként, de valahogy rendet vágott ebbe a rendetlenségbe. Valamit, valamit mégis egy olyan olyan teret Kép, képezett, amiben lehetett élni, vagy lehetett ö, egyházként élni, vagy Igen. vagy valami valami ellenpéldát csinálni, és ö, tehát az egész karakter olyan a Rodrier, akitől én ezt pont idegennek látom. Tehát ő egy, uh -huh. egy ilyen ö, egy olyan, o, olyan figura, aki, hogyha olvasod a, a a cikkeit is például, folyamatosan korrigálja magát, tehát ö, Hí, meghívja a, az ellenvetést, meghívja a reakciót, és utána az, 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 Igen. azt ő nagyon komolyan veszi, és korrigálja az útját. Tehát el tudok képzelni egy olyat is, hogy megír tíz év múlva egy könyvet, hogy hogy Szent, Bede Szent Benedek válaszútja tanulságai, és akkor Aha. leírja azt, hogy hogy ez, ez nem működött jól, mm -hmm. az nem volt jó, stb. Inkább ilyen javallatok ezek, vagy Igen. ilyen Próbáljuk ki ezt, mert, mert az eddigi stratégia nem működött. Ha. Váltsunk irányt. Mi lenne, ha ebbe az irányba mennénk? és Mondok még egy olyan mondatot, ezt. ami korábról való, de kifejezi azt, amire én gondolok, hogy, hogy és ez valószínűleg megint a protestáns-katolikus gondolkodási különbségből fakad, arról ír, hogy az evangéliumi mozgalom miért nem képes választ adni a posztmodernitás kihívásaira. Uh -huh. Idézője ennek részben az az oka, hogy történelmileg az evangelikalizmus nem az intézmény kiépítésére, hanem az ébredési szellemre összpontosított, így módon eredendően homokra épített. Uh -huh. Ja, értelek. Itt most megint az van, hogy ami az egyiknek veszteség, a másiknak Igen. Igen. Szerintem. Erre emlékszem, az, az intézmény, az intézmény kiépítés azért, mert ugye katolikusként a, az egyház egészében a, gondolkodik, a protestáns pedig az újjászületésben. Mm -hmm. Abban, hogy te személyesen, a személyes élményed az, ami oda vezet abba a, a, a közösbe. És, és nem az, hogy az intézményt kiépítettük. Na most itt nekem van egy ilyen érzésem az a kapcsolatban, amikor a direktívák záporoznak, és, és valami ilyesmi jön ki, de, de hangsúlyozom, hogy ennek van helye. Uh -huh. Az Anzem Grün mondja azt a két fogalmat, hogy a mélyből forrásozó lelkiség és a magasból építkező. A magasból építkező ez. Tehát uh -huh. az, hogy, hogy van már uh, egy, egy standard, standard be az iskolába, oda ne írasd be, uh, így csinálj, úgy csinálj. A mélyből forrásozó pedig az, ami, ami, ami belülről fakad föl, ahogy Jézus uh -huh. mondja, annak belsejéből jön, nem kívülről öntöd rá, hanem belülről jön föl. Igen. Ez kockázatos, ez, ez egy kicsit lassabb, itt egy kicsit ö, ö, munkásabb a közösség, ö, de annál gyümölcsözőbb. Igen, én azt hiszem, hogy nem is amiatt éreztem kényelmetlen magamat, mert az intézmények fontosságát hangsúlyozta, hanem azért, mert szembeállította ez, ezt a kettőt egymással. Vagy legalábbis én, én is ezt éreztem. És ö, nem tudom ő pontosan mit érte az evangélikalizmus alatt, mert egyébként elképesztő intézményrendszert teremtett meg a, a, az evangéliumi kereszténység is az elmúlt századokban. De abba szerintem igaza van, hogy hogy ö, az intézményekben valamennyi megtartó erő van. Tehát azt nem lehet pusztán csak csinálni, hogy mindig a belső forrásokra ö, hivatkozunk. Vagy a, mert akkor tudod, akkor... akkor akkor azt se csinálod, hogy minden vasárnap elmész gyülekezetbe, hanem amikor éppen kedved van. Vagy... Meg majd a Szentlélek behangolja a gitárt. Igen. Meg majd, igen. Van tehát egy... ez a rossz spontaneitás. Igen, igen. Ö, hanem tehát kellenek intézmények, és hogy, pláne, hogyha most itt azért az ő figyelmében nem csak az egyház van, hanem az egyház, mint a föld sója, az egyház, mint a világvilágossága. Tehát hogy tudunk hatni a társadalomra, a kultúrára, amit éppen barbárok tesznek tönkre. Tehát ez a, ez a egész könyvnek a perspektívája. És itt szerintem igaza van abban, hogy elengedhetetlenek az intézmények. Tehát nem tudom, már az oktatásban járunk-e, de hogy ott az oktatás kapcsán is ezt, ezt hangsúlyozza, hogy nem akarok előreugrani, hogyha... ha ugorj előre, ebbe. mert lejár az idő. az oktatás kapcsán is ezt, ezt is hangsúlyozza, hogy, hogy egyszerűen van az, amikor neked kell létrehoznod valamit. Tehát nem, nem tudsz rátámaszkodni arra, ami van, mert az, az csak méreg, és akkor, akkor hoz, hoz létre saját ö, intézményeket, és, és, és enged, hogy azok az intézmények hassanak. Tehát ameddig van lehetőség, addig, addig hálózatosodjunk, ö, építsünk ki olyan, olyan ö, erődítményeket, amelyek, amelyekbe be tudunk húzódni, amik, amik megtartják a, a, az életünket, és hatni tudnak kifele is. Tehát ilyen szempontból szerintem ez, nem rossz az intézményre fektetett hangsúly, de egyetértek veled abban, hogy ha pusztán ennyi, akkor az, az nem elég. De egyébként most eszembe jutott, hogy ő, nem tudom már melyik fejezetben van, ahol hangsúlyozza azt is, hogy a moralizálás az önmagában ö, nem, nem fogja ezt a dolgot ö, megmenteni. Tehát nem, nem, nem moralizálásra van szükség. Ezt igen, ezt a, a, az Érosz éros és az új keresztény ellenkultúra kapcsán írja. Hogy, hogyha pusztán csak a moralizálásra fektetjük a hangsúlyt, az az ne, nem fogja megnyerni az embereket, hanem, hanem kell, hogy ennek a, a belső szépségét felmutassuk, az erejét felmutassuk, a szeretetet felmutassuk, azt, hogy, hogy ez valami olyan, ami, ami vonzó. Én azt hiszem, hogy össze kell foglaljuk az eddigieket, mert a végére kell. Igen, figyelj, ég... egy pár dolgot azért a szexuális Igen. forradalomról mondjuk már, mert ott ö, egyrészt nagyon tetszett az, hogy ő világosan fogalmaz, hogy a szexuális forradalomnak nevezett modern visszapogányosodás soha nem egyeztethető össze az igazi keresztény hittel. Tehát itt húz egy, húz egy ö, határvonalat, és azt is hangsúlyozza, hogy, hogy nem létezik olyan terület, ahol az igaz keresztények oly mértékben szembe helyezkednének, vagy szembe kell helyezkedniük nekik a kultúrával, mint a nemi életükbe. Tehát, hogy ez, ez, ez egy megkerülhetetlen terület a, a, kultúrában, és nagyon tetszett, hogy, hogy mondja azt, hogy, ö, hogy itt a fiatalokat ö, ne akudj meg a fiatalok kedvéért. Ne Igen. akudj meg a fiatalok kedvéért. Ö, akár tetszik nekünk, akár nem, mondja a szex a kortárs kultúra központi része ért, ezt, ezt, átéli, érzi minden mai ember. Az egyházat pedig épp most szaggatja darabokra. E harc elől sem saját egyházunkban, sem saját családunkban ki nem térhetünk. Az állásfoglalás elkerülése is állásfoglalás, mégpedig nem a Biblia mellett. Tehát nagyon tetszik ez a világos, világos fogalmazása, hogy ebben a kérdésben egyértelműnek kell lennie annak, hogy hol van az egyház. És azt magukon is, a fiatalokon is mindenki be kell vasalnunk, mert különben elveszítjük a kereszténységet. Tehát ezt, ezt a harcot ezt nem lehet feladni, és nem köthetünk ebben kompromisszumot. Így van. Azt is bizonyítja egyébként. Nagyon sokszor jön ez, hogy hivatkozik is, hogy valaki mondta neki egyszer, vagy egy ilyen, ilyen témával kapcsolatban, nem lehetne ezt átugrani, nem lehetne másról beszélni, hát annyi minden van. Hmm. Ezt sokszor szokták mondani, igen, hogy igen. biztos azért beszéltek erre, mert rá vagytok függve, vagy izé fixálódtatok, vagy látás ilyenek, olyanok vagytok, vagy ilyesmi. De nagyon jól és nagyon szépen vezeti le Dreyer, hogy, hogy miért központi üzenet. Miért van központi jelentősége. A, a szentírás is megkülönbözteti a szexuális bűnöket. Azt mondja, minden bűn, ami, ami ezzel kapcsolatos, vagy nem minden bűn, az Rajtad kívül történik meg. Te hmm. megkülönbözteti, hogy ez ez viszont uh, benned történik meg, és ilyen értelemben az istenképűséged, tehát hogy meg, meg, egyszer megkülönbözteti minőségileg. Hmm. Tényleg nem azért, mert, mert, mert a prüdéria, meg mert, mert ez ki van pc de azt hiszem, hogy most, amikről szóltunk, ott is látszik, hogy itt, itt lecsapódik az összes eszme történeti. Igen, bicsoplás. mert a jelkép, tehát az, hogy, hogy az, az, az jelkép, Igen. az a tele van jelentés a természet. Igen, és ezért lakmuszpapír. Tehát nem arról van szó, hogy nagyobb bűn a szexuális bűn, mint a gyilkosság, hogyha mérlegre teszed, hanem lakmuszpapír. Uh -huh. Valamit jelez. Igen. És, és különösen ma, amikor, ha valaki gyilkolt, tudjuk, hogy gyilkolt. Tehát, akkor tudjuk, hogy az bűn, ha lopott, ha hazud, de ezt mindenki tudja, hogy ez nem jó. Viszont valami megváltozott a szexualitással kapcsolatban. Néznek rá, hogyha biblia-etikai dolgok, lehet, hogy hamarosan meg is büntetnek, hogyha olyat mondasz. Tehát nagyon megváltozott. És a lakmuszpapírnál sem az a lényeg, hogy, hogy most ilyenre színeződik vagy olyan, az egy tünete valaminek, amit jelez. Uh -huh. És ezért. Tehát nem, nem önmagában, tényleg nem azért, mert az embernek a, a fantázia, nem tud másra gondolni, és... tehát mert ez, ez könnyen elcsattan, Igen. mint vád. Nem, hanem lakmuszpapír. Uh -huh. Valamit jelez. Úgyhogy valóban uh, jó pár dolgot ki kellett hagyjunk, de azt hiszem megérte egy kicsit így át, uh, átszálazni az egészet, és arra gondolok, hogy hogy az, az igében így igazából mindez megvan. Le is írja a hogy egyszer valaki mondta, hogy nem lehet, hogy a Szent Benedek uh, útja az igazából annyi, hogy. Éj keresztényként. Igen. Mire Igen. ő? De. de. <laughs> És hogyha valaki elolvas a Diognétosszi levelet, ami első-második századból Most van, így. összefoglalja ezt az egészet. Hogy benne élnek, a keresztények benne élnek a világban, de a, de a saját nagyon különleges uh, szemlélet, mondjuk szerint, krisztusi mm. szemlélet, mondjuk szerint, benne élnek, de... de a világ nem él bennük. Nagyon szépen foglalja össze, a, a könyv is ezt foglalja össze igazán. És, és érdemes elolvasni a könyvet, mm. érdemes rajta gondolkodni mindenkinek. Én azt gondolom, hogy így vagyunk, így vagyunk só. És, és tényleg, ez a, amit, amit mond, hogy nem, nem, nem elsősorban a közéletben és a, a, a politikában kell ennek, ugye azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a só. Mm. Nem azt mondja, hogy ti a sószórók vagytok. Ja. Ti a só. Ti. És még csak nem is azt mondja, hogy legyetek. Azt mondja, ti vagytok. Tehát, hogy, hogy én attól tartok sokszor, amikor a sószórók elindulnak, abból show business lesz. Tehát, hogy, hogy mindig mindig ez van. Nem, hanem, hogy éljük meg a saját közösségünkben, magunkban, hogyha mi lángra gyúlunk, akkor, akkor az átterjed. Az a természete. Így, 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 így lettünk keresztények. Egy kis jeruzsálemi kis szektából így lett egy csodálatos mozgalom az egész világra és azt gondolom, hogy ez a, ez a leges, legfontosabb ennek a könyvnek. Úgyhogy jó volt erről beszélgetni, és mindenkinek köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tehetitek, támogassátok a munkánkat a leírásban megadott módon.